Testvéreim, Józsefről ezt hallottuk, igaz ember volt. Látszólag, hogyha felületesen olvassuk, ez azt jelenti, hogy becsületes volt, tisztességes volt, az ácsműhelyben dolgozott, nem csapott be senkit, nem volt adócsaló, és így tovább. Valójában a Szentírás nyelve szerint valaki, amikor igaz ember, az mindig jelenti az Isten előtti igaz voltod is. Amikor mondjuk számtalanszor az imáinkban, meg a Szentmisén, hogy ámen, akkor gondoljunk arra, hogy ez lényegében, gyökereiben azt jelenti, hogy valami nagyon szilárd, valami nagyon biztos, valami rendkívül hiteles. Ez a szó ugyanis, hogy ámen, a Szentírás eredeti régi-régi héber nyelvében pontosan abból származik, ami az igaz kifejezés. Vagyis azt mondom, hogy József olyas valaki volt, aki az Isten előtt szilárd, aki rendkívül hiteles ember az Isten szemében és az emberek előtt is, és Istenhez, valamint az ő törvényéhez mindig hűséges. Viszont, ha tovább olvassuk ezt a nagyon jól ismert részt, akkor meglehetősen összezavarodhatunk. Én is tegnap este egészen sokáig foglalkoztam ezzel, már 14 éve pap vagyok, rendkívül sokszor felolvastam már Szentmisén is ezt az evangélium részt, és mégis egy dologra eddig sosem figyeltem föl. De valahogy tegnap, hogy itt készülgettem, furcsa dolog történt. Nem tudom, figyeltünk-e rá. Azt mondja a szöveg Józsefről, igaz ember volt, nem akarta, stb. És úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. És miközben szívében forgatta ezt a gondolatot. Most akkor ez hogy is van? Eldönti, hogy elbocsátja, egy döntés, szilárd döntés, de aztán mégis szívében forgatja a gondolatot, hogy most elbocsásson, ne bocsásson, vagy mit is jelent ez? És ekkor, habár nincs túl sok magyar nyelvű szentírás fordításunk, de úgy előszedtem, hogy vajon az egyes szentírás fordítások mit mondanak. És nagyon érdekes dologra leltem. Az egyik, amiből általában felszoktuk a Szentmisén is olvasni, ez a szép nagy könyv, ez azt mondja, hogy amíg ezen töprengett, megjelent neki az Úr angyala. Egy másik, egy egészen új fordítás, talán az eredetihez a legközelebb ez áll, miután mindezt végig gondolta, megjelent neki az Úr angyala. És egy harmadik, amiből most olvastam föl, emellett döntöttem, ő mondja, Jeremos-féle fordítás, hogy miközben a szívében forgatta ezeket a gondolatokat, megjelent neki az Úr angyala. És számomra ez talán a leginkább közel áll Szent József alakjához. Valahogy legalábbis az én Szent József képemhez ez nagyon szorosan kapcsolódik. Miközben szívében forgatta. Vagyis, hogy József úgy vált igazán, valóban igaz emberré, hogy az Isten előtt, a lelki ismeretében gyötörte ez a kérdés. Most hogy is van? A Szentlélektől? Vagy kitől? Vagy mi is? Vagy hogy? Ez egy gyötrő kérdés. És ez egy teljesen természetes dolog. Attól, hogy valaki igaz ember, emberek előtt, Isten előtt, attól még igen, föltehet kérdéseket. Attól még gyötörhetik nagyon is egzisztenciális kérdések. Sőt, mi több. Ez így van rendjén. Ez így normális. Főleg egy ilyen helyzetben, amiben ő is belecsöppent. A szívében forgatni. Ehhez viszont kell valami. Egy olyan dolog, ami adventben különösen elengedhetetlen.
ez pedig a csend. Miért is fontos ez? Mert szintén, hogyha jól figyeltünk, és akár ha otthon még elolvassuk, akár többször ezt a szakaszt, nézzük csak meg. József egy szót sem szól. Ebben a részletben, sőt, az egész evangéliumban az evangélisták nem jegyzik meg, hogy ő bármit is beszélt volna. Csendben van. Ez egy olyan leírás, amikor az evangélista szépen rögzíti ezeket a tapasztalatokat. Az angyal szavát halljuk. És a csend, az igazából hogy is jelenik meg itt talán legmélyebben? Hát nem úgy, hogy József álmodik. Kilátott már olyan embert, aki még álmában is beszél, aki még álmában is tudsz zenét hallgat, vagy aki még álmában is az internetet böngészi. Az álom valamiképpen itt az Isten legmélyebb csendjét jelenti, ahol megszülethetnek az igazán mély és egzisztenciális döntések. Ha József nem dönt így, akkor mi nem vagyunk itt. Ez a döntés nem csak az ő életét befolyásolta, hanem a miénket is. És itt van még egy, ami a Szentírás fordításokkal szintén kapcsolatos. Ahogy így tegnap este még nézegettem ezt is, azt is, amazt is, kezembe akadt egy német nyelvű fordítás. Döbbenetes dolgot találtam benne. Ez egy úgynevezett Einheitsübersetzung, egy egységes, nagyon komoly német nyelvű fordítás. A következő található benne. Nem így mondja, hogy nem akarta őt titokban elbocsájtani, hogy titokban akarta őt elbocsájtani, hanem azt írja, hogy úgy gondolta, hogy a legnagyobb csendben akarja őt elbocsájtani. És ez valami hihetetlen dolog. A legnagyobb csendben elbocsájtani, ez azt jelenti, hogy az Isten csendjében akarta őt elbocsájtani. Hogy az Isten akaratában, az Isten akaratát keresve, valahogy ebben az óriási misztériumban akarta őt elbocsájtani. És aztán ez a csend még inkább mélyül tehát ő benne, és az álom, mint az Isten egyik titokzatos nyelve, úgymond, megvilágosítja őt. Advent hangzavaros életében, Advent csili-vili csillogásaiban, hamis fényeiben álljon előttünk Szent József. Álljon előttünk ez a hallgatag ember, a csendnek az embere, a döntésnek az embere, mert, ahogy tudjuk, csendben születik az élet, az igazán mély, emberi, komoly döntéseink csak csendből születhetnek. És hiába volt ő igaz ember, megküzdött ezzel a csenddel, megküzdött az Istennel, de ennek ellenére, sőt, ezzel együtt tudott ebben a folyamatban benne maradni, és még inkább igazzá válni. Csendesebb adventet kívánok. Még nincs karácsony, még mindig van egy hetünk, hogy ezt a csendet magunkban, körülöttünk, családunkban elmélyítsük. József csendjét engedjük közel önmagunkhoz. És talán ebben segít Reményik Sándornak a verse, aki Józsefnek pontosan ezt a küzdelmét, de mégis a csendjét járja körül. József szájába adja a következő szavakat. Magasságos, te tudod, nehéz ez a napaság, amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, de mégsem az vagyok. Ez a gyermek, ha a szemébe tekintek, benne ragyognak nap, hold, csillagok, anyja szemei, és a te szemeid. Istenem,
a te szemeid azok, gyönyörűséges és szörnyű szemek, oly ismerősek, és oly idegenek. Vezetném, és ő vezet engemet. Csak azt tudom, a te utadon jár. De ki tudja a te ösvényedet? Te vagy az Atya, én senki vagyok. Az evangéliumban is csak hallgatok.